Egy gyors tankolás is jöhet az újabb kör. Az elmúlt hétvégén Orosházára érkezett a Magyar On-Road Automodell Bajnokság. A negyedik fordulónak adott otthont a Rákóczi telepi automodellpálya. Maga a verseny az egy országos bajnoki futamsorozatnak a negyedik fordulója. Három nagy kategóriára osztható tulajdonképpen a verseny. Ezek méretaránytól függően 1-5, 1-8 és 1-10-es modellautók. Az 1-8-as és 1-10-es modellautók azok nitrometánnal és metilalkoholozzon mennek, az 1-5-ös pedig az hagyományos benzinnel. Mintegy 40-en vettek részt az egyéni versenyen, a legnépesebb mezőny az 1-5-ös kategóriában jött össze. Amit érdemes ezekről az autókról tudni, hogy rendkívül gyorsak, tehát amit a kezembe tartok autó, ez egy 1-10-es kategóriájú versenymodell, ez a második leggyorsabb. Ezek világszinten is ugyanezek az autók a versenyzők, tehát ugyanúgy Európa és világbajnokságokon ilyen szintű modellekkel versenyeznek. Egy ilyen autó az közel 2 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Izgalmas futamokat láthattunk, és aki kilátogatott az orosházi versenyre, egy igazán különleges sportágat ismerhetett meg.